sajtó. Nem állítom, mert a sajtóban való részvételhez pénz kell, és ez legtöbbször azoktól folyik be, akik már elkötelezték magukat valamelyik politikai irányzat mellett. Nem állítom, hogy nincsenek ez alól kivételek, de azok a saját dolgaikon kívül másról nem is publikálnak. Nem állítom, hogy ne lennének politikailag független újságírók, akik képesek lennének objektív tájékoztatást adni a közvélemény számára. De őket is általában az adott médium, természetesen nem kimondva, de elvárásokkal befolyásolja. Nem állítom, hogy mindentől függetlenül ne lehetne összeolózni a valóságot számtalan megjelent hírből, vagy publicisztikai hasábokról. De ez annak, akik nem ezzel foglalkoznak, szinte lehetetlen időhiány miatt. Nem állítom, hogy a sajtó sokszínűségét meg kellene szüntetni azáltal, hogy következményként megszabja valaki, vagy valakik, hogy, hogyan és miként fogalmazza meg egy újságíró a mástól kapott gondolatokat, információkat. Nem állítom, hogy jó az, ami most van, és az sem, hogy nem. Azt állítom, hogy a sajtó szabadsága a társadalom elemi elvárása, ahogyan az is, hogy senki se diszkrimináljanak, vagy éppen részesítsenek előnyben bármilyen szempontok szerint is érkezett válsága miatt. Azt állítom, hogy szükség van a sokszínűségre, hogy minden újságíró megfogalmazhassa a saját cikkét annélkül, hogy azt valaki más átírja, és ezáltal más értelmet adna neki. Azt állítom, hogy a közszolgálatiság nem egyenlő azzal, hogy valakit kitakarnak a képernyőről, mert az éppen valakinek szúrja a szemét. Azt állítom, hogy Magyarországon igenis szükség van egy független sajtóra, legalább egy kormányoldali, és legalább egy ellenzéki sajtóra. Amennyiben ez az egyensúly helyett nem áll fenn, abban az esetben nem beszélhetünk a sajtó szabadságáról. Tisztelt egybegyűltek, barátaim! Ez a pár gondolat nem csak nektek szólt, hanem azoknak a sajtó képviselőknek is, akik ma a mai demonstráció megjelentek, és ha minden igaz, erről tudósítani fognak. Bravo!